Élő. Oké. Hangot. Nincs hangjuk. Sziasztok! Sziasztok! Jó reggel, DX-en! Nagyon sok szeretettel köszöntünk benneteket itt a Sikerek Nyomában csatornán. Ez egy különleges alkalom, hiszen eddig mindig Szabolcsot láttátok házigazdaként, és most mi vesszük ezt a szerepet át Lacival, és nagyon nagy szeretettel köszöntjük Tündit és Szabolcsot, hiszen ma mi fogjuk őket kérdezni, és így meg fogjátok még jobban őket ismerni. Reméljük, hogy olyan dolgokat is megtudtok róluk, illetve mi is, amiket eddig még nem tudtunk. Sziasztok, én is beköszönök. És ugye ma abszolút mi vagyunk a házigazdák és a kérdezők, úgyhogy ti csak a kérdésekre tudtok válaszolni, csak ezt az elején fontos ugye tisztázni. Én azzal kezdeném, hogy ugye Szabival szerintem kb. Ilyen 20 éve, 19-20 éve találkoztam először, és nagyon emlékszem arra a napra, hiszen mindketten egy marketinges konferencia előadói voltunk Keszthelyen, és azt hiszem egymás után adtunk elő ezen a konferencián, majd együtt ebédeltünk, egy jót beszélgettünk, és láttuk azt, hogy nem csak hasonló korúak vagyunk, hanem nagyon sok mindenben hasonlóan is gondolkozunk, és egy hosszú barátságnak volt az a nap a kezdete, aztán együtt dolgoztunk több projektben is, és hát végül itt a DXM-ben találtunk, azt gondolom, igazából egymással. Ez így van. Hát sok szeretettel köszöntünk mi is mindenkit. Ez most annyira furcsa, hogy ilyen fordított felállás van, de jót nevettem magamban, hogy Anikó kérdezte előtte, hogy izgulok-e. Mondom, izguljon az, aki kérdez. Mindig én szoktam izgulni, úgyhogy most izguljon az, aki kérdez. Hát tényleg így volt, hogy én is emlékszem nagyon arra a napra, a hotelra, a Helikon, ugye Hotel Helikonban volt az első előadás, és akkoriban egy olyan dologról tartottál előadást, ami szintén megelőzte nagyon-nagyon a korát, mint amíg a DX-en is, ahogy elindultunk. És ott akkor, amikor ezt az előadást meghallottam, akkor teljesen egyértelmű volt, hogy nekem ezt a pasit meg kell ismernem. Tehát, hogy ez volt a mi kapcsolatunk. És hát annyira megismerkedtünk, hogy mi együtt is dolgoztunk nagyon-nagyon sokáig, hosszú éveken át. Tehát, hogy Anikó és Laci számomra nem a DX-en hozott minket össze, hanem igazából az üzleti gondolkodás, az üzleti szellem, az üzleti irányvonalnal, és azt gondolom, hogy ez az etikus üzleti magatartás, amit mindig is képviseltetek, és nagyon jó volt veletek együtt dolgozni DX-en előtt is, de itt a DX-en szinte fantasztikus. Tehát nagyon-nagyon élvezzük a veletek való munkát. Köszönjük. Aki egy kicsit is ismer benneteket, én azt gondolom, hogy mindenki tudja rólatok, hogy örök mosolygósak vagytok, mindig vidámak, pozitívak, a tánc és a zene szerelmesei, és bizony elég régóta egymás társai vagytok. A zene. A zene és a tánc is. Én azt gondolom, hogy mindig ti vagytok a táncparkett ördögei, szerintem. És nagyon az ördög szót elfogadom. Tehát a sztárjait nem, de az ördögeit elfogadom. És azt szeretném kérdezni, hogy mióta vagytok egymás társai, és hogy ismerkedtetek meg? 84. augusztus 6-án ismerkedtünk meg. Az Hiroshima. Igen, Hiroshima. 36 évvel ezelőtt, és egy sportvezető képző táborban voltunk, még mind a ketten gimnazisták voltunk, és hát büszkén vállaljuk, minket a KISZ hozott össze, mert hogy ennek keretében mentünk egy ilyen ifjúsági táborban, és hát biztos emlékeztek arra a viccre, amikor a Cérna Gézával viccelődött akkoriban mindenki, hogy valahogy nem tudom pontosan a viccet, de nem is ez a lényeg, hogy hát szerettem volna valahogy felhívni magamra a figyelmet, amikor ott mindenkinek be kellett mutatkozni, de hát hál' Isten nem nekem kellett ezt megtenni, mert ő megtette maga, mert hogy bemutatkozott, hogy őt Cérna Szabolcsnak hívják, és Győrből érkezett, és annyira elkezdtem röhögni, és akkor néznek rám, hogy
miért nevetek ennyi, és mondtam, hát, hogy Cérna Géza, Irgum, Burgum. Na és akkor az a helyzet, hogy akkor azt hittem, hogy poénos vagyok, de rájöttem, hogy fú, ez nagyon gáz ismerkedésnek, de hát aztán hál' Isten ő valahogy mégiscsak azt látta bennem, hogy ő egy vicces, egy jó pofa, egy helyes lány, és hát így ismerkedtünk meg. Igen, ez így volt, de az én variációmat is szeretném azért elmondani. Ez ugyanilyen, ugye ez ugyanez. A maga az esemény az tényleg ugyanilyen volt, de hogy ha mindenki titkot akar megtudni, akkor az a jó, hogy tényleg ez egy olyan adás mindig, hogy tényleg mindenkiről megtudunk valami apróságot. És én amikor megláttam a Tündit, én nekem tényleg olyan volt, mint egy áramütés. Tehát ott akkor abban a pillanatban annál az asztalnál, ahol nekem tényleg be kellett mutatni, az abszolút olyan volt, és hogy ő nevetett a leghangosabban, az egy kicsit nem esett annyira jól, de a mai napig el tudom mondani, hogy milyen ruhába volt, és ami érdekes, amit tudnotok kell, hogy képzeljétek el, mi amikor találkoztunk, előző este már Révfülöpön, mi egy diszkóba együtt voltunk. Én a baráti társaságommal voltam, és hát felvállom, hogy én nagyon-nagyon illuminált állapotban voltam akkor. A Tündi pedig az ő baráti társaságával volt, gondolom nem volt illuminált, de valahogy az angyalkák úgy akarták, hogy aznap este mi ne találkozzunk, mert ha aznap este mi találkozunk, akkor valószínűleg egy életre vége a kapcsolatunknak, mert hogy nem azt tudtuk volna adni abban az állapotban, legalábbis én nem azt tudtam volna adni abban az állapotban, amit igazán, amikor megláttam, éreztem iránta. És másnap reggel 6-kor ment a busz, és amikor odaértünk, és tényleg leszálltam a buszról, és ott volt egy lány, akit így megláttam, az egy hihetetlen élmény volt. Nagyon-nagyon kalandos volt azért ez a találkozás. Na de ugye akkor csak megismerkedtünk, de igazán mi 87. június 13-án úgymond jöttünk össze, ha értitek, így mire gondolok. És én akkor azt mondtam a Szabinak, ha nekünk lesz közös jövőnk, meg közös életünk, és lesz egy gyermekünk, akkor mivel aznap van Anett napja, ezért úgy fogják majd hívni a gyermekünket, hogy Anett nap. Tehát, hogy ezt most már így tudjuk, hogy igen, meg lett. És szülött Anett. Igen. És igen. Meg még annyi, hogy azért, mivel én Győrben éltem, a Tündi pedig Sopronban, és egyébként sportoltunk is, nagyon-nagyon kevés alkalom volt, hogy találkozni tudjunk. És ugye akkoriban még nem volt az, hogy felhívom a másikat, mert Sopron és Győr között ugye interurbán lehetett hívni, de olyan forgalom volt, hogy sokszor fél órákat kellett várni, és annyira drága volt, hogy én utcai fülkéből próbálkoztam, és zömében egy 20-asnál többen, vagy maximum 40 forintom volt, hogy mire bedobtam, és mire a Tündit kapcsolták, addig az egyik 20-asomat elnyelte, és a másik 20-asra körülbelül annyit tudtam neki mondani, hogy szeretlek. Ez volt a kommunikáció akkoriban, viszont rengeteg levelet írtunk egymásnak, amik ilyen 2-3 nap oda váltással úgy érkeztek meg, és ugye ezek egyébként megvannak, egy nagy dobozba tároljuk ezeket a levelet. Igen, és az Anett kedvenc szórakozása egyébként, hogy ilyen időnként előveszi ezeket a leveleket, és végigolvassa, de tényleg nagyon-nagyon jó ezeket így. Tehát, hogy nem olyan volt akkoriban ez a világ, hogy... Sőt, egy sztorit még elmesélek, hogy Tündivel megbeszéltük ilyen 2-20-asból, vagy 3-20-asból, hogy akkor én végre leutazom Sopronba, de ugye akkor Sopronba nem így volt, hogy csak így fogja az ember le, hogy leutazik, mert itt volt közvetlenül az osztrák határ mellett, és ide csak meghívó levéllel lehetett közlekedni, vagy hatásáv engedéllyel. És hát én csak annyit tudtam mondani, hogy engem várnak az állomáson, mert egyébként így érkezhettem volna, ha valóban egy kis katon engem majd, vagy egy határor oda kísér, és megmutatom, hogy ki vár engem, de rossz vonatra szálltam fel, mert akkor még egy vágányról indult Mosó-Magyaróvárra és Sopron felé. A vonat első fele Sopronba jön, a második fele Óvárra, és akkor még nem ilyen helyegyes dolog volt, úgyhogy én felszálltam, és gyönyörűen Óvárnál leszállítottak a határőrök, mert mondtam, hogy Sopronba megyek. És én ugye ezt nem tudtam a Tündinek mondani, hogy bocsi, ne haragudj, rossz vonatra szálltam, meg valamit eltévesztettem, hanem 3 nap múlva jött a levél, hogy dögöljek meg, hogy milyen szemét vagyok, és hogy én így cserben hagyom őt. Tehát, hogy hihetetlen kalandok voltak. Majd a válasz, hogy bocs, ne haragudj, rossz vonatra szálltam. 6 nap múlva vissza, persze, nem hiszem el. Szóval, hogy elképesztő hosszú levelezés volt, mire kiderült, hogy tényleg rossz vonatra szállt, és én megbocsájtom. És tényleg hitt nekem, igen. Tehát az is hetekbe tellett, mire odáig eljutottam, hogy tényleg elhiggye ezt az egész történetet, vagy ezt a sztorit. Amit történt. Úgyhogy nagyon kalendos volt, de hát
Ez 30, ó, nagyon hát sok, 36 évvel ezelőtt. 87 után volt ez a... Akkor várakozás az volt. Bizonyítok egymásra. Igen, így most, hogy 40 évesek vagyunk, egyébként ez 36 év, ez nagyon soknak tűnik. És mi ennek a hosszú kapcsolatnak a titka? Hogy tudnátok ezt megfogalmazni? Mi a titka tűnni? Hát, több titka... Na hát, igen, titka. Tiktak. Na szóval, hogy szerintem az őszintesség, a türelem, ugye látszik a levelezésből, aztán szerintem az is nagyon fontos, hogy kitartóak legyünk, tehát hogy egy ilyen kis apró probléma, mint hogy rossz vonatra száll, ne akasszon meg bennünket egy kapcsolatban. Minden félreértést tisztázni kell. Volt egy mondásunk, hogy mi soha nem fekszünk le úgy este, hogy vita volt közöttünk, és ezt a mai napig megtartjuk. A viták egyébként már rég elmúltak, mert hogy olyan sokra tanított bennünket ez a hosszú kapcsolat, hogy tényleg én hosszú éveket töltöttem azzal, hogy megváltoztassam a Szabit, és akkor rájöttem, hogy hát őt nem kell megváltoztatni, mert... Jó vagyok, ugye, hogy... Igen, ugye. Jó vagy, igen. Tudjuk, tökéletes. Hát, igen, mert hogy egy tökéletes pas, igaziból ahhoz, hogy ez jól tudjon működni ez a kapcsolat, ugye nekem kellett sok mindenben változni, de erre a Szabi is rájött. Úgyhogy aztán már mint hogy neki is kell változni, úgyhogy nem egymást változtattuk, hanem mi saját magunk fedeztük fel, hogy mik azok a kihívások, amik még bennünk vannak, és amin lehet még csiszolni. De a türelem, ez az őszintesség, a bizalom, ezek biztos, hogy nagyon fontos tulajdonságok. Megtalán, hát engem ti nagyon jól ismertek, tehát mi ugye baráti kapcsolatban vagyunk, nem 11 éve ismerjük egymást, hanem sokkal több, és azért tudjátok, hogy szeretem, amikor igazam van. És egy idő után arra jöttem rá, hogy mindig feltettem magamnak a kérdést, hogy mi a fontosabb, hogy igazam van, vagy az, hogy szeressük egymást, vagy hogy szeretjük egymást. És rájöttem, hogy az, hogy szeretjük egymást, sokkal fontosabb, mint hogy igazam legyen. Elég, te tudod, hogy te igazad van, nem? Igen, de erre nagyon sokszor még figyelmeztetnem kell magamat, de egyébként tényleg valahol ez a legfontosabb, hogy szeressük egymást, bármi is történik. Tehát, hogy nem lehet azt elmondani, hogy egy hosszú idő után nincsenek olyan dolgok, amelyek jól esnek, vagy amelyek viták ne lennének, vagy nézeteltérések, vagy problémák, de ezeket tényleg egyetlen egy dolog tudja keresztül vinni az, hogyha végig gondoljuk azt, hogy mennyire fontos a számomra például a tündi, és ez mindig keresztül vitt minket ezen a dolgon. Egy fiatal párnak, akik most indulnak el a közös útjukon, milyen útravalót adnátok? Mi lenne az a legfontosabb, amit mondanátok nekik? Hát csatlakozzanak a DXN-hez. Igen, ezt nagyon vártam, és bíztam is. Ezt a Laci kedvéért mondta, úgyis megkérdeztem volna. De amit most mondanék, hogy ebben a világban a legkevesebb, ami az embereknek ma már jut, az a türelem. És ez mindenre igaz. Tehát, hogyha a DXR-ről beszélünk, ha az élet egyéb területén beszélünk, tehát hogy én azt gondolom, annyira felgyorsult a világ, hogy mindenki mindent akar azonnal. És még a szerelmet is instant akarja, vagy a boldogságot is instant akarja, és azt gondolják, hogy ez jön. Tehát nem megszerezzük, nem mi vagyunk, vagy nem mi okozzuk ezt a boldogságot, hanem hogy ez jön, és hogy ezért küzdeni kell. De talán ez a szó, ez a legjobb, hogy amiért az ember küzd, az már nem okozhat boldogságot. Tehát, hogy nem küzdeni kell valamiért, hanem élvezni azt, amit csinálunk. Élvezni az együttlétet, élvezni azt, amit kitűztünk célul, az utat, a nehézségeket. És talán, ha így tekintünk, akkor nagyon-nagyon jó úton járnak ők is, hogy türelemmel, kitartással nagyon-nagyon boldogok lehetnek hosszú távon, de tenni kell érte. Ugye különböző időpontban találkoztatok a DXM-nel, tehát lehet ezt így fogalmazni, és ezért így külön is szeretném föltenni a kérdést először Szabinak, aki először találkozott a DXM-nek, hogy akkor neki hogy volt ez a fölismerés, és utána pedig majd Tünditől is szeretném ezt külön megkérdezni, hiszen ez egy nagyon fontos momentum, azt gondolom a jelenlegi helyzetben.
De az én felismerésem a Dixon-nel kapcsolatban az volt, hogy te egy bazi okos ember vagy. És bocsánat a kifejezésért, mert én ugye ismertem az előétele életedet, ismertem az üzleti kapcsolatunkat, ismertem a törekvéseidet, szándékaidat, és ismertem az előző ötleteidet. És abban voltam biztos, hogy te, ha valamiben látsz fantáziát, akkor ez nem lehet hülyeség. És itt most lehet, hogy ez egy hülye dolog, de a bizalom volt az én részemről a csatlakozás. Ezt te nagyon jól tudod, hiszen én nem vetettem bele magam rögtön a kezdetén az üzletben nagy hívvel, hanem tényleg ez a bizalom volt, amiért én közel kerültem a DXN-nel, és természetesen ez a bizalom megmaradt, miután a céget is megismertem, a termékeket megismertem, de az elsődleges bizalom a te személyed, vagy a ti személyetek volt ezzel kapcsolatban. Indi? Nem tudom mást mondani, mert az elején nem csináltam semmit. Vártam, hogy azért ezt is elmeséled, hogy... Jó szél volt a Balatonon, hogy is van? Igen, ez. És tehát ez hogy kezdődött? Én egyáltalán nem örültem neki, hogy a Szabihoz egy újabb jó ötleted, amit a Laci meg te, a Niko elmeséltetek neki. És azért ne, tehát, hogy semmi bajom nem volt az evelemmel, egyáltalán nem. Tehát, hogy nem is ez volt az én problémám, hanem az, hogy mi korábban foglalkoztunk egy másik evelem vállalkozással, és az annyira belém égett, hogy itt nálunk állandóan emberek voltak, hogy volt egy fehér táblánk, azon rajzoltuk a köröket, és hogy így nem tudom, tehát hogy így kiégtünk benne, és hogy amikor mondta a Szabi, hogy képzeld, a Laciékkal úgy döntöttem, hogy akkor belvágok a DXN-be, először ugye nem is tudtam, hogy mi ez, de amikor kimondta azt, hogy ez egy MLM vállalkozás, akkor hogy na úristen, hát biztos nem, azonnal beugrott, tudjátok ez a kép, hogy megint jönnek az emberek, majd megint karika, és majd nem tudom, nem lesz idő. Scriptek. Igen. Na, szóval, hogy először így nagyon, nagyon el voltam keseredve, és akkor kötöttünk egy dílt, hogy semmi gond, te csináld, és egyet kérek, hogy erről én ne halljak, ne beszéljünk, és ne is tudjak róla, felőlem lehet sikeres, azt se fogom bánni, csak ne tudjak róla. És ez egyébként így is lett, tehát, hogy így sutyiba csinálta, vagy én ezt nem tudom. Egyszer csak így azt vettem észre, hogy egyre sikeresebb, egyre több nő van a köreiben. Nagyon, nagyon sok. És egyik jobb volt, mint a másik, úgyhogy kezdtem egy kicsit aggódni. Igen, egyébként a hálózatépítés titka az, hogy bevond a párodat, ez egyértelműen ez, tehát ez beigazolódott. Úgyhogy ha valaki most ilyen pillanatban egyedül épít az üzletet, javaslom, hogy egy-két csinos úriembert, vagy egy-két csinos hölgyet hozzon be a frontvonalra, és rögtön a párja mellé fog állni, ebben biztos vagyok. Már nem biztos, hogy jó ötlet, tehát hogy azért ezzel vigyázni kell. Mindenképpen konzultáljunk mindenki a szponzorával, ez ügyben jó, de nálunk. Ezt nem mi javasoltuk a Szabinak, ez biztos. Igen, Anikó, ezt nem. A Laci csak azt javasolt, hogy próbáljak valami orosz portálra felregisztrálni, mert állítólag egy halom lehet szponzorálni, akik akarnak magyar útlevelet, és milyen könnyen lehet ott hálózatot építeni. Tehát rengeteg jó tanácsot kaptam, már akkor is a szkriptes hálózatépítésre, de ezt nem fogadtam meg. És milyen DXN termékeket fogyasztotok? Itt igazából ezt a kérdést azért tettük fel, mert tudjuk, hogy van ez a zöld löty, és akkor itt van lehetőség arra, hogy erre egy kicsit beszéljetek. Laci, szeretném most ezt elérteni, és ha bocsánatot kérnél ettől a Green Mix-től, így nyilvánosan mindenki előtt, hogy főleg azért, mert ugyanott ittuk ma meg, ahol te megittad a morinzit, és hogy ne trollkodjam keresztül a mai morinzívásodat, csak szeretném, hogyha Green Mix-nek tudnád ne is... Igen, nem, tehát mindenképpen, tehát én elfogadom azt, hogy ez egy Green Mix, viszont sokkal jobban beég úgy, legalábbis számomra, hogy ezt a nevén nevezem. És nagyon büszkék vagyunk rád, Szabi, hogy te ilyen elkötelezettséggel minden nap iszod. Tehát, hogyha esetleg mesélj arról, hogy ez hogyan kezdődött ez a zöld sztori, vagy green sztori? Ez... Onnan kezdődött igazából, hogy ugye ezt nagyon jól tudjátok, kezdetektől fogva én konkrétan szinte kivétel nélkül
egy-két kivétel van, mert a bőradírt, bár azt is szoktam használni. Tehát, hogy nem nagyon van olyan termék, amit nem használunk. Tehát most nem azt mondom, hogy napi jelleggel vagy, de szinte kivétel nélkül minden terméket használunk. De az alaptermékeknál mindenképpen a Ganoderma-s, a spirulina volt, ez a kezdetektől fogva a kávé után. És, de nagyon sokszor volt, hogy például én elfelejtettem bevenni a ganodermet, vagy a kapszulákat reggel. És ugye este már nem szerettem bevenni, mert akkor nem volt annyira nyugodt az éjszakán, mert akkor fel kellett pisilni. Tehát, hogy innen adódott, hogy én elkezdtem ezen gondolkodni, hogy ezt hogyan lehet kiváltani, az, hogy egyrészt ne felejtsem el, a másik pedig az, hogy miután elkezdtünk futni, és ugye amúgy is kellett a hidratálás, ugye a folyadékkal együtt, hogy hogyan lehet ezt jól bevinni. És ugye ez volt az, amikor a porba elkezdtem, a Jane-nek a javaslata volt az egyik, hogy csináljak egy olyan kúrát, amikor talán emlékeztek rá, 10 nap volt, amikor egymás követő 10 nap egy doboz port föl, egy fél literes vízzel felkeverve, ugye napközben megittam, és az egy hihetetlen jó hatást éreztem akkor, és elhatároztam, hogy minden nap inni fogom. Egyébként az is közrejátszott, hogy valamilyen formában nagyon-nagyon jó példát is lehet mutatni. Tehát a temorinzi ivásod ahhoz képest, hogy az elején ugye mindegyikünk azt gondolta, hogy most mekkora szám ez, hogy hú, de jó, megiszom minden nap egy morinzit. Most azért merek erről bátran beszélni, mert most már a süvegelésnél járok vele. De az elején tényleg azt gondoltam, nem láttam az értelmét, hogy mi ez, és rájöttem, hogy hihetetlen nagy tanítás ez is, tehát hogy egy óriási példamutatás, hogy nem elég az, hogy beszélünk a termékekről, nem elég az, hogy szponzorálunk embereket, ha mi nem fogyasztok ezeket a termékeket, és nem az egészséggel járunk példaként elő, hogy nézzünk ki, hogy milyen az egészségünk, akkor nagyon-nagyon nehéz igazából hitelesen ezt képviselni. És ugye ezzel a zöld mixel, meg egyértelműen ez nekem egy futás közbe ugrott be, hogy fú, de jó lehetne ezt a social médiában nyomni, hogy jól néz ki, zöld. És egyébként én az Instagramról köszönhetek Argentinából egy közvetlen frontvonalat, köszönhetek Mauritániából közvetlen, és Egyiptomból egy közvetlen frontvonalat a zöld mixnek, akik az Instagramon keresztül keveredtek és kérdezték meg, hogy mi ez a Green Mix. Tehát, hogy ez a része is bevált, de természetesen az elsődleges cél az, hogy az egészség és a mindennapi fogyasztás. Tündi? Én nem porban, pontosabban a spirulinát nem szedem porban, hanem azt ebbe a préssel tablettába, aztán az RG-t, GL-t, azt viszont porba, tehát a vegyes por. Én Lion's Mint szedek, még aztán Cordyceps-et és fekete köményt. De ezeket ugye mind kapszulában. Megpróbáltam én is ezt a zöld löttyöt, de képzeljétek el, hogy... Ez a végén ez nem mehet így tovább. Na Green Mix. Green Mix. Az a lényeg, hogy egyszer nekem is van shakerem, és egyszer elfelejtettem kimosni azonnal az üveget, és aztán akkor levettem a kupakját, akkor szinte egy fölrobbant, kipukkadt, és egy ilyen, a Csipkei Miki mondta egy nagyon jól, mert kerestem a szót, hogy milyen szaga volt, és egy ilyen büdös akvárium szaga volt. Na, szóval az a lényeg, hogy amikor így megéreztem ezt az akvárium szagot, akkor gondoltam, hogy huha, de nyilván nem a termékekkel volt a gond, hanem az, hogy el kell mosni ezt az üveget nagyon gyorsan. Tudod, Laci, olyan, mint egy sushi, tehát, hogy ez na abszolút, tehát, hogy ez közel áll hozzád. Na, szóval, hogy ezért aztán maradtam a hagyományos formájában a termékeknek a fogyasztásában. De egyébként azt még ugye elmondom, hogy ugye a zöld mixben a Cordyceps van, Cordyceps, a Ganoderma, a mushroom powder, tehát a kevert por és a spirulina. És majd, ha egyszer megérkezik Magyarországra a gyöngyport még mindenképpen, tehát a kis porttól, és tényleg az ízületekre, a porcokra tökéletes, tehát, hogy azt majd még javaslom. Egyelőre most nagyon nehéz, mert Ománból tudjuk csak beszerezni, de reméljük, hogy rövidesen az is lesz majd. DXS feladataitokat hogyan osztjátok be? Van erre valami megszokott formátok? Vagy mindig aktuálisan? Tehát, hogy hogyan osszátok meg egymással? Hát képzeljétek el, hogy amikor ugye sikeres lett az uram, és hogy a hölgyek csak üzletársai legyenek a férjemnek, és mellé szegődtem,
és aztán tényleg a támogatásomról biztosítottam, akkor én az elején nagyon sokáig szinte csak a titkárnője voltam. Szóval, hogy így voltak olyan feladatok a Szabinak, amit nem szeretett csinálni. És akkor ezt így lepasszolta nekem. De én nagyon szeretek Excel táblával foglalkozni, a számokkal, ilyen statisztikákat nézni, úgyhogy ezeket így tök szívesen megcsináltam. De azt rájöttem, hogy hát most én tényleg egy titkárnő akarok lenni, hát tanulja meg ő is, hát olyan Excel táblákat csináltál, Laci, hogy az tényleg csak bele kell Ctrl-C, Ctrl-V-vel berakod a számokat, és kidobja a grafikon, gyönyörűek, és na szóval, hogy az már úgy nem elégített ki ebbe a dologba, és akkor rájöttem ennek az ízére. Nyilván nekem is ez egy tanulási fázis volt, mint ahogy bárkinek, aki elkezdi a DXN üzletet, hogy kellett a terméktapasztalat, kellett a tudás, kellett sok minden ahhoz, hogy aztán ki tudjak állni, vagy nem ki kiállni, hanem emberek előtt tudjak utcán, vagy bevásárlás közben beszélgetni az üzletről. Úgyhogy aztán az idők múlásával, most így tök büszkén mondom, hogy a külföldi üzlet az egyértelműen a Szabié, de így a magyar hálózatépítésben így nincs felosztva, hogy ezt csak te csinálod, ezt meg csak én csinálom, hanem így vegyesen, aki kapja, marja. Úgy néz ki egy átlagos napotok, tehát amikor, persze amikor nem jó szél van, tehát hogy működik. Egyébként a széllel kapcsolatban is már van fegyelmem, tehát ami nem volt az elején. Azt így az elmúlt egy-két évben, de leginkább egyébként ez a futás tanította meg nekem a fegyelmet. Van egy feladatlistám, és ezt is tőled tanultam, Laci. Milyen furcsa, de tényleg, mert nagyon sokáig egyébként adhok voltak a dolgaim. Bár az mindig bennem volt, hogy mindig szerettem valamit csinálni. Tehát olyan nap nem volt, hogy ne kerestem volna kapcsolatot, ne ápoltam volna valakivel, vagy akár az üzlettársak között, ne lett volna egy újjal beszélgetésem. Tehát, hogy azért ezek alap dolgok, hogy maga a kiáramlás az egy mindennapi feladat. Egyébként ez a mai napig is megvan. Tehát, hogy alapból én ezt magamnak be is van írva egyébként listán, hogy napi három, minimálisan három darab kiáramlásomnak lenni kell. Tehát ez teljesen mindegy, hogy hétvége van, vagy nem hétvége, ez az alap. De amikor különösen, tehát amikor itthon töltjük a napjainkat, akkor ez több is. Tehát, hogy vannak céljaink, nem vagyunk jelen állapotban most egy megelégedettek. Voltunk egyébként, tehát, hogy olyan állapotban, amikor megelégedettek, akár lehetnénk is megelégedettek, de nem vagyunk olyan. Tehát azt gondolom, hogy újra kezdünk éhesek lenni, és éppen ezért a listát, mindig végigmegyünk a listán, és akkor utána van esetleg jó szél, vagy utána vannak a feladatok. Tehát, vagy átkerül az én naptáromba. Vagy átteszem a listát a Tündinek a naptárába, ha esetleg mégis jó szél van, akkor vannak bizonyos feladatok, amelyeket így áthozok, mert közös naptárt vezetünk, de egyébként ez nem így van. Tehát, hogy az, ami igazából előre vesz, tehát a nagyköveket, azt minden nap megcsináljuk. És ez a hétszokás tréning, vagy a hétszokás nagyon sokat segített abban, hogy tényleg a nagyköveinket minden nap megcsináljuk. 7 évvel ezelőtt a DXN bevezetett egy új termékeket, és Tündi, téged ez arra inspirált, hogy elvégezz egy iskolát. Mi nagyon hálásak vagyunk neked ezért, mert én azt gondolom, hogy rengeteget tanultunk tőled azóta, és köszönjük neked a támogatást. Ugye ezek a termékek, a kozmetikumok voltak. Mesélsz nekünk erről, hogy miért döntöttél így, mi volt az a döntési pont, hogy erre az útra léptél. Ennek két oka van. Az egyik az, amikor korábban arról gondolkodtam, hogy mi lennék, hogyha nem ugye a volt munkahelyemen vezetőként dolgoztam volna, és ez biztos mindenki eljátszik a gondolattal, hogy úristen, mi lehettem volna. És akkor mindig két dolog jutott eszembe, hogy kosárlabdaedző vagy kozmetikus. A kosárlabdaedzői dolog az egyébként pipa volt, mert hogy van végzettségem, de soha nem lettem aztán edző. És akkor ez a kozmetikus dolog, ez így benne maradt, tehát hogy egy rajta maradt a listán, de nem lett kipipálva. És amikor megjött a DXN-nek a termékei, akkor valahogy így bevillant, hogy úristen, végre azzá válhatok, akivé mindig is szerettem volna, és hogy ez egy milyen jó dolog. De ugye ott volt bennem, hogy úristen, de 50 éves vagyok, most üljek be egy iskolába. Mennyi?
Hát akkor. Na. Nem, és hát fiatalabb vagy ez. És hogy akkor ez hogy lesz, és hogy ez milyen kellemetlen. És akkor kerestem ugye iskolát, beszéltem nagyon sok kozmetikus képző iskolának a vezetőjével, és mindenhol az volt az első kérdésem, hogy ez nem kellemetlen, hogy én hát így ennyi idősen beülök az iskolapadba. És képzeljétek el, hát ugye, hogy milyen az élet, egy olyan osztály jött össze, ahol oké, hogy én voltam a második legidősebb, tehát hogy volt nálam egy idősebb hölgy, de hogy alapvetően volt 21-22 éves, de ez a 30-as, ez a, aki már úgy megérett, akkor tudják, hogy amit eddig tanultak, az lehet, hogy nem az ő útjuk volt, és akkor, hogy így mindannyian így ültünk be a padba, hogy így teljesen tudtuk, hogy ezt miért fogjuk elvégezni. Na, és ez tök fontos volt, hogy nem csak úgy el akarom végezni, mert a szüleim beirattak, és akkor legyél kozmetikus, hanem tudtam, hogy ezzel célom lesz. Na, és hát végül is nyilvánvalóan a termékek miatt, és azért, mert hogy amikor megláttam a termékeket, már kint egyébként Malajziában, amikor a szülinapon voltunk, akkor az ugrott be, hogy úristen, ez egy olyan termék, amivel én annyira szívesen foglalkoznék, hogy itt nem kell ügyelni majd arra, tudjátok, sokszor így figyelni kell arra, hogy mit mondasz a ganodermáról, hogy meggyógyít, meg nem tudom, szóval ugye ezeket így kerülni kell. Itt nem, itt kimondhatod tényleg, hogy igen, a száraz bőrödre jót fog tenni, hogy hidratálja a bőrödet, és stb. Ezek a kijelentések, ezek megállják a hűket, és nem kell aggódni, hogy nem tudom én, valami rosszat csinálunk, mert amit állítanak a termékekről, az úgy is van. És ez olyan magabiztosságot adott, hogy ez egy olyan termékkör, ja, és a másik az, hogy ez megint ugye az egészségünket, mert ugye én inkább jobban szeretek úgy foglalkozni a ganodermás, vagy a dékszenes termékekkel, bocsánat, hogy az egészségmegőrzés, nem pedig ugye a betegség kezelése, ahhoz nem is nagyon értek, bár ugye van egészségügyi végzettségem, és hogy a kozmetikumok is ilyenek, hogy az egészség, a szépség fenntartása, a megőrzés, hogy fiatalok maradjunk sokáig. Na, szóval ez így mind egyben, és akkor úgy döntöttem, hogy na jó, akkor belevágunk, és akkor lesz, ami lesz, és hát elvégeztem, és idén február 12-én vizsgáztam, és nagyon boldog voltam, mert egyébként azt gondoltam, hogy jó, mindenki így indul neki biztos, hogy jaj, csak menjek át a szakmai vizsgán, nem is az elmélettől féltem egyébként, hanem a szakmai részt, mert azért ott 6 olyan kozmetikus, mesterkozmetikus ült, akik különböző városokból érkeztek, és hát ott tényleg nagyon, nagyon komoly volt a vizsga, de hát szuper ötössel húztam be azt a vizsgát, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon boldog voltam. Meg hát most is egyébként, ha rágondolok, akkor ilyen több boldogság van rajtam. Igen, és amikor csinálod, akkor csillog a szemed. Ja, igen. Érzem is egyébként, hogy így megy a vér a fejembe. Ha tartod, akkor is. Igen. Szerintem ez az, amire azt mondják, hogy szenvedély, vagy hogy így megtalálod azt, amit szeretsz csinálni, és az a jó, hogy a dékszennek van több olyan szelete, amiben az ember meg tudja találni magát. Én tökre örülök, hogy ezt így megtaláltam, és ki tudok benne teljesedni. És remélem látjátok, hogy én is rétegeltem, mielőtt elkezdődött a... És a fiatalodást is látjuk rajtad, Szabi. Ó, ez nagyon jó esik, ez nem is annyira jó, hogy kívántok a riporterek. És a tündin is természetesen, tehát ez nagyon fontos, csak vártam, hogy ezt majd Laci mondja. Nem hagytok szóhoz jutni. Tehát épp a tündivel kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy lehet, hogy a következő kérdés az számára akkor aktualitását vesztette, hiszen már megválaszoltam anélkül, hogy föltettem volna, hogy az a következő kérdésem, hogy az üzletépítésben mi számotokra a legkellemesebb feladat? Én elmondtam. Igen. Szabi? Én imádom a kapcsolatfelvételt, tehát hogy én imádok új kapcsolatokat létrehozni, imádom megérteni az embereket, és imádok egy másféle perspektívet, egy másféle utat mutatni, és én tényleg nagyon-nagyon szeretek prezentálni például, tehát imádom a webes programokat, imádom ezeket az estéket, amik itt történnek, és azt gondolom, hogy szeretnék úgy több lenni, tehát hogy azt érezni minden alkalommal, amikor valamit csinálok, hogy én is több lettem, de akivel beszéltem, az is több lett. És hogyha ebből egy DXM üzlet fog kinőni, akkor az habatortán, de alapvetőleg
azt szeretném mindig elérni, hogy egy beszélgetésnek, egy, amit kezdeményezek, annak mindenképpen két pozitív kimenetele legyen, azzal kapcsolatban is, akivel beszélek, és nekem is, aki beszélek valakivel. És mi volt a legboldogabb momentum a DXN-es életetekben? Ki tudtok-e egyet emelni? Ez a legnehezebb kérdés, amit fel lehet tenni. Tehát az elmúlt 11 év az kicserélt minket. Megváltoztatta az életünket. Tehát tudjátok, hogy a Tündinek az volt az egész napja, hogy reggel 7 órakor elment itthonról, és este fél 9-kor hazaért. Ez volt az életünk nagyon-nagyon hosszú ideig, és hogy a DXN-nek köszönhetően mi házas életet tudunk élni, nem abban a formában csak, hanem egyáltalán, amit annak ilyenek, hogy mint házas párként élvezni egymás társaságát. Ez a legnagyobb, de talán ki lehet emelni, ezt tudjátok, hogy nálunk családi vállalkozás, tehát hogy a gyerekeink is elég aktívak az üzletben, bár külön-külön területet láttak meg ők is a DXN-ben. De amikor Dubajban ott lehettünk, hogy a párokkal, tehát ők is a párjaikkal, és mi is együtt tudunk lenni, az valami fantasztikus érzés volt, hogy Úristen, a DXN mit tud adni nekünk. Tehát, hogy olyan dolgokat, és hogyha ezt valaki még nem élt át, vagy nem értette meg, hogy nem csak pénzbevétel, hanem egy életforma, egészség, hogy olyan dolgokat tud így összességében adni, de nekem talán ez a dubai út volt így, amikor először így együtt voltunk. Nekem pedig nyilván az utazások, az mindig is csodás élmények, meg gyönyörű pillanatok, de amikor Crown Diamondok lettünk, az nekem azért volt gyönyörű pillanat, de tényleg, szóval, hogy most is, ha belegondolok, akkor annyira megható volt, mert ugye az volt Európában az egyik, a legnagyobb rendezvény, a Summit, amikor ott voltunk, és ugye az elismerés, tényleg rengeteg ember volt ott, ugye a gyerekeket felhívtuk a színpadra, és hát tőletek pedig kaptunk egy csodálatos ajándékot, amit azóta is hordunk. Minden napjaink része. Tényleg, de komolyan, szóval a Covid alatt is. Én reggel, ha felkelek, ez amint a fogmosás, hogy azonnal felteszem a kezemre, egyszerűen nem tudok már, nem is akarok enélkül élni és létezni, úgyhogy ez egy ilyen örök kapocs lesz hozzátok, meg az üzlethez, úgyhogy tényleg az egy ilyen nagyon szép momentum volt. Ahogy átadtátok, az is, meg ez az ünneplés. Meg ugye akkor már azt gondolom, hogy tényleg annyira része voltam a DXN-nek, mármint úgy, mint hogy pár, hogy segítője, támogató, a Szabinak, hogy úgy azt éreztem, hogy igen, ez már az enyém is. Tehát, hogy nem csak a Szabit ünnepeljük, hanem hogy ez így együtt történik meg. Egyébként ez az ajándék, még csak visszatérve, amit kaptunk tőletek, tehát, hogy egy életre szóló emlék, ez olyan nekem, hogy ha bárhova elmegyek, és nincs rajtam, akkor úgy érzem, hogy te Úristen, tehát, hogy most olyan helyre megyek, ami nem lesz sikeres. Tehát inkább visszajövök érte, és felveszed, tehát, hogy ez már, mert tényleg ilyen babonás lett, hogy rengeteg pozitív élményt hozott ennek a viselése, és mindig, amikor úgy érzem, hogy vannak kihívások, tudod, erre ránézek, és azt érzem, hogy igen, ennek működnie kell, ennek mennie kell, ez egy élet, tehát tényleg egy élet, és itt van a kezemem. Oké. Köszönjük. Számotokra milyen az ideális alsóvonal? Tehát, hogyha ezt lehetne definiálni, hogy milyen tulajdonságokkal rendelkezik? Olyan, mint a sejt, hogy osztódik. Mit se sejt? Tehát a legideálisabb, hogyha naponta osztódik, tehát, hogy hát mind a koronavírus legalább úgy viselkedne. Ugye ez lenne az ideális, de természetesen nem ez az elsődleges. Bár ha az üzleti alapot nézzük, mindenképpen az, hogy aktív, és valóban folyamatosan és naponta vannak kiáramlásai. Tehát, hogy ez egy ideális állapot. De a másik az, és én ezt mindig is hangsúlyoztam, hogy amikor én például partnert keresek magamnak, akkor én elsősorban az embert nézem először. Mert hiszek abban, hogy az üzletet bárki meg tudja tanulni. Tehát, hogy
pont te mutattad meg nekünk azt az eszközt tulajdonképpen, hogy akár videón keresztül, videókon keresztül, vagy hanganyagokon keresztül bárki meg tudja tanulni a DXN-nek a hálózatépítését és az üzletépítését, mert nagyon-nagyon egyszerű. De embernek lenni az nem egyik napról a másikra történik. És hogyha valaki például egy üzleti folyamatban vagy a DXN hálózatépítésben valamikor elakad, akkor mindig azt érzem, hogy egy olyan pont hiányzik, ami az emberekkel való kapcsolódása hiányzik. És szerintem egy ideális partner számomra az, aki emberként tud másokra ránézni, és emberként tudja fogalmazni, és nem dollárjeleket lát mögötte. Ez az ideális partner számomra, mert ez a partner képes megtanulni, ha van célja a DXN hálózatépítést, és a legnagyobb sikereket tudja elérni, én azt gondolom. Van még egy dolog az életetekben, ami szintén én azt gondolom, hogy legalább olyan fontos nektek, mint a DXN, és elég komoly sikereket értetek el, közösen lefutottátok a maratont, ugye ez a futás, mint ebből kiderült. Nagyon érdekelne, hogy mit ad nektek a futás, és hogy indultatok el ezen az úton, és mikor? Ezt te kezdődni, mert te indultál el ezen az úton. Hát nem, mert te kezdtél el futni, aztán jól lesérültél, ugye? Na, szóval, hogy ugye mind a ketten sportoltunk hosszú-hosszú éveken keresztül, és aztán hosszú-hosszú éveken keresztül nem csináltunk semmit, de tényleg konkrétan én eljárogattam ilyen sötyébe kosarazni, Szabi is elment focizni így vasárnaponként, de ilyen, hogy mondjam, az inkább ilyen hobbi volt, vagy ilyen szórakozás, nem az egészség megőrzése. És aztán igaziból a Szabi kezdett el, nem, a Laci elment az El Camino-ra. Ez úgy kezdődött, most ugrott be, a Laci elment az El Camino-ra. Mi utána elkezdtünk ugye túrázni, hogy ez egy milyen jó dolog, csak aztán rájöttünk, hogy ez olyan lassú, tehát hogyha mindig túrázunk és ugye edzeni akarunk, akkor rengeteg idő elmegy vele, úgyhogy aztán kicsit gyorsítani kellett, most én is gyorsítok a sztoriba, de hogy akkor ugye elkezdtünk futni. És aztán én egy picit kevésbé vagyok, hát hogy mondjam, nem, inkább kimondhatom, hogy lustább vagyok, mint Szabi. Nekem kell valami rendszer az életben, tehát hogy tudjam, hogy mit csinálok, miért csinálom, és azt mikor fogom megtenni. És ezért nekem fontos volt, hogy kitűzzek egy célt, hogy miért, egyáltalán miért futok. Tehát, és akkor kitaláltam magamnak, hogy hát szeretnék egy félmaratont futni, aztán szeretnék majd egy maratont futni, és akkor azt is kitaláltam, hogy én akkor egy olyan embertől szeretném ezt tanulni, mint ahogy az üzletben is, hogy legyen egy jó szponzorod, és hogy ő legyen egy sikeres ember, aki már nem csak tanítja, hanem még mindig csinálja is ezt a sportot, és akkor ugye megtaláltam magamnak Marály Zsuzsit, de egyébként ez is miattatok van, mert azt mondtátok egy szép márciusi vagy áprilisi napon, hogy láttátok már az Ultra című filmet? Ez így kezdődött, képzeljétek el. És akkor Laci átküldted, emlékszel? Átküldted a linket, hogy ezt nézzük meg, mert hogy elképesztő jó ez a film. És tényleg az, tényleg, aki még nem látta, nézze meg, most még idő is van rá. És akkor elkezdtem utána nézni, hogy kik ezek az ultrások, milyen emberek, milyen sztoriuk van, miért futnak, stb. Na és ugye az egyik ilyen ultrás, és hát most már nagyon-nagyon sikeres ultrafutó nő, ugye Marály Zsuzsi, és akkor megkértem, hogy ő készítsen fel engem a félmaratonra, meg a maratoni futásra. De hogy miért futok? Hát alapvetően az egészség az egy nagyon fontos dolog, hogy ez, és hiszem azt, hogy amennyit mi futunk, bár soknak tűnik egyébként, így kimondva, hogy hetente 4 alkalommal elmegyünk futni, de úgy érezzük, hogy nekünk ez kell ehhez, hogy a versenyzés is megmaradjon, és az egészségmegőrzés is megmaradjon. De hogy olyan jó érzés azt megélni, hogy képes vagyok olyan dologra, ami rajtam múlik. Tehát, hogy ebben senki nem tud segíteni, sem a szüleim, sem nem tudom én, valami jó ismerős, vagy egy cégvezető, vagy nem tudom, protekció, hanem hogy ez rajtam múlik. És olyan jó volt ezt megérezni, hogy igen, én erre képes vagyok, és hogyha erre képes vagyok, hogy lefutok egy maratont, akkor úristen, még mi mindenre vagyok képes, úgyhogy egyébként meg egy csomó eszköz, meg segítség, meg támogatás van most, ugye például akár az üzletre is gondolhatok.
És hát nő vagyok, na, szóval nekem tetszik az is, hogy újra vannak izmaim, van combom, meg jó, popsid. Vissza került a bőröm. Bocsánat. Alá, a bőröm alá újra izom került, színhús. Na, szóval ezek is ilyen fontos dolgok voltak, hogy hát egy bizonyos idő után, mi nők azért ezt tudjuk, hogy kis hormonális becsúszás megérkezik az életünkbe, és hogy ezt valahogyan kompenzálni kell. És hogy például a mozgás az kifejezetten jó ezekre az ilyen problémákra, mint amit én kezdtem már érezni a bőrömmel kapcsolatosan. Én ennél most sokkal gyorsabb leszek, tehát az első nekem is egyértelműen az egészség volt, és én szerintem most fogok majd kiteljesedni, remélhetőleg, hogy a Dékszennek sikerül elindítani egy olyan vonalat, ami a prevencióra irányul, és hiszek abban, hogy a Dékszen termékek és a mozgás együtt, és itt most nem csak a futásról beszélek, csodákat tud művelni az emberi szervezetben. És én ennek szeretnék a képviselője lenni egyébként, és nem csak ennek a nagykövete, mert koronás nagykövet is szeretnék lenni, de hogy cégen belül ennek a nagykövete, hogy a Dékszen termékekkel és a mozgással bármit elérhetsz, bármilyen problémád van, bármit tud segíteni, ez biztos. És a fegyelem, a tervszerű munka, meg az a tanítás, hogy én soha nem tudtam elképzelni, hogy fussak egy maraton. Tehát, hogy fizikailag nem gondoltam volna magamról, hogy le tudom futni, és tudom, hogy nagyon sokan, akik itt most nézik akár, vagy néznek minket, ők azt sem tudják elképzelni, hogy gyémántok lehetnek, vagy koronás gyémántok, vagy koronás követek. És tudom azt, hogy nem azzal kell foglalkozni, hanem azzal kell foglalkozni, hogy holnap mi az edzésterved. És azt csináld meg. Tehát a saját tervédet, ha minden nap megcsinálod, hétről hétre megcsinálod, akkor azt veszed észre, hogy lefutottad a maraton. Vagy azt veszed észre, hogy gyémánt leszel, vagy azt veszed észre, hogy koronás követ leszel. És nekem ez volt óriási nagy tanítás, hogy nem azon múlik, hogy te le tudod-e futni, vagy nem tudod lefutni, mert mindenki le tudja futni, hanem azon múlik, hogy megteszed azt a munkát napról napra, és tervszerűen, logikusan tervszerűen, ami elvezet oda. És ez nekem ez volt a legnagyobb tanítás, és amikor ezt felismertem, én azt gondoltam, és azt gondolom a mai napig is, hogy ezt meg kell osztani, és az üzleti életben is meg kell osztani, mert ez a kulcsa, a rendszeresség a kulcsa a sikernek. Oké, hát ahogy itt mindketten kiemeltétek, hogy nyilvánvalóan ez egy nagyon alaposan megtervezett edzésprogram folyamat, hogy ezeket a nem hétköznapi eredményeket el lehessen érni, és akkor ehhez, hogy kapcsolódjak vissza ennek kapcsán a DXM üzlethez, hogy mit terveztek a 2021-es évre, tehát mik a terveitek? Hát van beragadt két gyémánt ígéretünk, amit most 2020-ban szerettünk volna elérni, és ugye ez most megjelenthetjük így 3 nap ilyen, hogy ez nem lett meg. Ez mindenképpen a következő évre ránk vár, sőt, tehát szeretnénk 3 új gyémánt vonalat 2021-ben. Ez mindenképpen egy üzleti cél, de elsődlegesen az igazi üzleti cél az, hogy egy tökéletesen felépített edzésterv alapján napról napra készülünk, napról napra tesszük a dolgunkat, és ha ez az eredmény 3 gyémánt vonalat fog kihozni, akkor 3-at, ha 1-et, akkor 1-et, ha 5-öt, akkor 5-öt, de hogy legyen meg a tervszerű munka, mert ez lesz az alapja annak, hogy az utána következő években le tudjuk tenni az igazi nagy célt az asztalra, magunknak is, nektek is, másoknak is. És mi volt a legnagyobb kihívás az eddigi DXN-es munkátokban? Hát nekem igaziból most van egy ilyen kihívás, hogy 2 évvel ezelőtt, amikor elkezdtem a kozmetikumokkal foglalkozni, akkor úgy beszéltem a termékekről, hogy nem is nagyon ismertem őket, csak lelkesedésből és vittés, és ugye később megjött hozzá a tudás. Most meg annyi mindent tudok a termékekről, és el akarom mondani mindenkinek, de most ugye van egy kis kihívásunk, hogy egy picit most várni kell a termékekre, mert hogy Európában hamarosan megérkeznek újra, hála Istennek, de hogy ez egy ilyen furcsa helyzet, hogy úgy kell beszélnem valamiről, hogy most alapvetően nincs a kezünkbe. És ugye tavaly elkezdtem, vagy hát idén elkezdtük ugye ezt a ti inspirálásatokra, ezt a DXN Cosmetic kedvelők csoportját, úgyhogy ezt semmi esetre sem hagyom abba, még így sem, hogy gyakorlatilag ilyen kicsit most ilyen féllábas
sak vagyunk, mert hogy sokkal nehezebb lenne újra beindítani az emberekbe ezt a vágyat, meg ezt, hogy... Úgyhogy most fordítva vagyok, most mindent tudunk, és aztán majd megjönnek a termékek. Úgyhogy nekem ez egy picit így egy kihívást jelent. Én mondanék meg egy másik kihívást, amivel tényleg egyébként szembesültünk, és folyamatosan. Független attól, hogy tudtam, hogy egy üzletmenetben ezek be fognak következni. Hogy vannak bizonyos útjaink, közös útjaink emberekkel, amelyek aztán egy idő után elválnak, vagy szétválnak, hogy ők másképp gondolnak dolgokat, más célt látnak maguk előtt. És ugyanúgy, mint egyébként a párkapcsolatban, tehát hogy az elején azt kérdeztem, hogy mi az igazi boldogság, vagy a mi ragyogásunk, közös ragyogásunk, mert én is hiszek benne, hogy egyébként amikor együtt vagyunk, akkor ragyogni tudunk, hogy mi a titok. Az pont az, hogy amikor vannak nehézségek, akkor nem azon törjük a fejünket, hogy átállunk, vagy elállunk, vagy elhagyjuk a céget, vagy elmegyünk máshová, hanem itt vagyunk, és saját magunkban nézzünk meg, hogy mi az, amit én tehetek azért, hogy újra olyanok lehessünk, vagy még jobbak lehessünk, mint amik voltunk odáig. És azt tudjuk nagyon jól, hogy, és ebben hiszek, és ez nem csak szavak, hogy a DXN a világon a legjobb cég. Sok tekintetben, termékügyileg, egyértelműen, marketing terve szerintem nagyon-nagyon jó. Ezt mi talán itt pont ennél az asztalnál tudjuk leginkább megerősíteni, hogy magasabb vezetői szinteken mennyire jó passzív bónuszt ad a mélység belül, ugye a gyémánt bónuszok, és hogy ugye nagyon nehéz volt, nekem ez volt az igazi kívás, hogy azok az emberek, akik így félúton kiszállnak, és eldobják az üzletüket, mert elmennek máshová, és keresik a boldogságokat, hogy miért nem értik meg egyébként, hogy ha ezt végigcsinálják, akkor sokkal nagyobbat, vagy sokkal tartósabbat hozhatnak létre. Tehát, hogy ez nagyon nehéz volt így feldolgozni először, de aztán, amikor ezt megértettem, hogy főleg John Maxwell könyve segített, nagyon sokat vezetői könyve segített, hogy nekünk vannak közös utaink emberekkel, amik akkor éppen hozzátesznek az életünkhöz, akár kölcsönösen tanulunk egymástól, de hogy mindenki megy maga útján, és az a lényeg, hogy mindig előbbre és feljebb jussunk és kerüljünk tulajdonképpen emberileg, és akkor mindenki a helyén van. Tehát ez volt egy igazi kihívás, de amikor ezt elfogadtam, megértettem, azt gondolom, hogy ez az életrendje, hogy mindenki a saját útját és a saját dolgait viszi tovább. Én 100%-ig meg vagyok győződve, hogy a legjobb úton vagyok, a legjobb helyen vagyok, a legjobb emberekkel vagyok körülvéve, akik vezetői szemmel is vannak, úgyhogy ez volt talán az egyik legnagyobb kihívás, hogy ezek a kihívások, de ma már talán ez már nem is kihívás. Ugye itt 2020 végén ugye elmondhatjuk, hogy ez a 2020-as év ez egy eléggé speciális, különleges év volt. Ugye nagyon sokak számára rengeteg negatívummal, rengeteg kihívással. Ezekben a kihívásokban, hogy ne csak problémákat említsünk, ugye a jó dolog az, hogy a DXN üzlet bizonyította, hogy hát egy ilyen jellegű esemény sem tudja igazából befolyásolni az üzleti lehetőséget negatív értelemben, sőt inkább pozitív hatással volt az üzletre, hogyha meg kellene fogalmazni, akkor most így 2020 végén mit jelent számotokra a DXN? Igazán ezt nagyon, nagyon egyszerűen le tudom, tehát hogy a múlt, jelen, jövő, ugye ha ezt így nagyon-nagyon leegyszerűsíteném, de azt gondolom, hogy egy óriási nagy erőt. És talán még abból kifolyólag is, hogy a lehetőségeket érzed. Tehát, hogy te is, tudom, Laci, nagyon sokat beszélgetünk benne, hogy mi nem úgy vagyunk a DXN-nel, hogy kimaxoltuk azt, ami van, hanem töredékét használtuk fel annak, amit a DXN önmagában tud, és hogy ez a tudat, és meg az a tudat, hogy ugye a jövőben ezek a dolgok ki fognak simulni. Tehát ezek tényleg idő kérdés, hogy mikor fognak kisimulni, és hogy bazi nagy potenciál van bennünk. Tehát, hogy ez az év garantálta azt meg, mutatta meg igazán, hogy milyen hihetetlen nagy potenciál van, és az a számomra is egyébként az a nemzetközi kinyílás, amit a scriptes marketinggel, vagy bármivel meg tudtál mutatni, és amit saját bőrömön tapasztalok nemzetközileg is, hogy ez az év mit jelentett az, hogy hány országban tartottam online webinárt az én angolommal, ez valami döbbenetesen nagy jövőképet adott nekem is, és magabiztosságot adott nekem is ez a 2020.
Hát illetve adott egy óriási biztonságot, hogy most nem is rólunk, hanem olyan üzlettársainkkal kapcsolatosan, akik elvesztették a munkájukat időlegesen, mert ugye, hogy volt az a tavaszi, amikor mindent bezártak, és meg hát most is gyakorlatilag ugye vannak olyan partnereink, akik nem tudnak dolgozni, de hogy van gyémánt vagy a fölötti üzletük, és elképesztő biztonságot tud ez nyújtani, hogy nem az, hogy csökkent a fizetésük, hanem hogy nőtt, és nő a forgalom, és egy teljesen, hogy mondjam, tehát igen, ez a biztonság. Tehát, hogy mind egészségügyileg, mind pedig anyagilag nyújtott egy nagy biztonságot, meg úgy is, hogy mi is itt vagyunk emberek, és támogatjuk, vagy vezetők, támogatjuk őket, és tényleg lehet ránk számítani, és szerintem ez is egy ilyen nagy, nagyon jó dolog volt ebben az évben, hogy meg tudtad ezt tapasztalni, amit eddig még soha nem gondoltál rá, hogy úgy, mint biztonság, gondolsz a DXR-re. De igen, gondolok. Sőt, még anyagilag nőni is tudtunk, tehát ez egy érdekes volt, tehát hogy bármennyire is egy hülye év volt, mert relatív azért az emberek bizonyos fokig bezárkoztak, de volt egy másik részük, ami meg kinyílt. Tehát, hogy ugye minden valahol egyensúlyban van a világ, és tényleg relatív, én azt tudom mondani egy utólag, hogy valahol jó volt ez az év. Nagyon sokra tanított minket. És talán soha nem bizonyított jobban az, hogy mindig kell, hogy legyen egy második lábad. Tehát, hogy nem árt, hogyha ha a főállásod mellett van egy, és hát nyilván most DXR-ről beszélgetünk, akkor legyen a DXN-es üzleted egy kellően jó létszámú és forgalmú vállalkozás, hogyha valami baj van, akkor ott legyen, és akár helyettesíteni, vagy pótolni, vagy felváltani is tudja a főállást. Tehát, hogy ez is egy ilyen nagyon érdekes dolog. És az emberek szerintem most nagyon sokan elgondolkodtak ezen, hogy úristen, ha lenne egy másodállásom, ha lenne egy vállalkozásom, hát emberek, itt a DXN, tehát, hogy nem kell már ezen gondolkodni, és fantasztikus lehetőségeket is tud nyújtani a biztonság mellett. Igen, talán ez a zárasz, hogy 2020 végén azt kell tudnod, hogy hol a fókusz. Tehát ez az év megmutatta, hogy hol kell, hogy legyen a fókuszod. Oké, és akkor a fókuszról jut eszembe, hogy mikor a tervezetek a koronambaszador szint elérését? Vártuk a kérdést, köszönjük szépen. Laci, de egyértelmű 23. Tehát, hogy reményeink szerint Maláziában lesz a születésnap, ugye minden... 2023, csak hogy pontosítsuk. Ja, igen. Ja, igen. Felvétel van róla most már. Krisztus utáni születés 26, tehát nem megyünk annyira vissza, 2023-ra igen. És igen, ott szeretném, hogyha mellette tudnék ülni azon a bizonyos széken. Az nagyon-nagyon-nagyon erős motiváció. Én azt gondolom, hogy most erre csak azt tudom mondani, amit Tündi mondott, hogy ez rajtatok múlik, tehát ez nem a protekció múlik, meg semmi más, hanem hogy mennyire tesztek oda magatokat, és hát ugyanúgy, mint ti, mi is tisztában vagyunk azzal, hogy ez abszolút reális. Ez így van. Ez, viszont ez a nehézsége is, és ez a könnyű is benne, hogy tudjuk azt, hogy ez tényleg csak rajtunk múlik. Tehát senkit nem tudunk hibáztatni, de nem is beszélünk arról, hogy ez nem így lesz, de senkit nem tudnánk hibáztatni, ha ez nem így lenne, tehát, hogy ez csak a mi felelősségünk, a mi célunk, a mi munkánknak az eredménye lesz, és nem is gondolom, hogy nem így lesz. És akkor még egy ilyen nagyon rövid kedvenc részt szeretnénk tőletek kérdezni. Mi a kedvenc könyvetek? Sok van. Hát igen, sok van. Én inkább egy olyan könyvet mondok, amit nagyon-nagyon sokszor elolvastam, és ez a Robin Sharma-nak a szerzetes, aki eladta a Ferrari-ját, mert tényleg minden évben elolvasom, emiatt ugye én aláhúzós vagyok, meg ilyen jegyzetelős, és ugye minden évben más színnel húzogatok, és már ez egész egy nagy saláta egyébként, tehát hogy ezt kölcsönadni nem is szabadna senkinek, mert úgyse tudja elolvasni. Szóval, hogy elképesztő tanítása. Olyan mondatok vannak benne, tudjátok, ezek a 10 millió forintos mondatok, szóval, hogy nekem ez a nagy kedvencem. És ez volt talán az első olyan könyv, ami ilyen egy, hogy mondjam, kicsit olyan
Nem akarom ezt a szót használni, de mégiscsak ezt fogom mondani, hogy spirituális, hogy olyan gyakorlatok, olyan dolgok vannak benne, amit hogyha kipróbálsz, akkor rájössz, hogy működik, hogy az elmédre micsoda hatással vagy, és hogyha ilyen kicsiben működik, akkor ez nagyba is működik. Szóval, hogy így tényleg egy ilyen nagy tanítós könyv. Úgyhogy egyébként egy sztori, egy tök jó sztori van benne. Nekem meg a könyv azért nehéz, mert így vagyok vele, hogy egy hónap egy könyv. Tehát, hogy ezt valamikor hogy megfogadtam magamnak, hogy minden hónapban legyen egy könyv, amit elolvasok, és minden alkalommal valami nagyon nagy hatással van rám. Aztán ti tudjátok, a béke anatómiája volt egy olyan könyv, ami nagyon mélyen belenyúlt, és talán a vezetők a dobozban ez a két könyv, ez volt az elmúlt 3-4 évemnek szerintem az, ami a legtöbbet adott. De nagyon szépen köszönöm azt a könyvet, amit ma kaptunk tőletek, mert ez itt van most mellettem, hogy alig várom egyébként, hogy ezt elolvassam, mert a címe, hogy Válj valóra, ez nagyon-nagyon sokat mond, és tényleg nagyon-nagyon szépen köszönöm, mert beleolvastam, úgyhogy azt gondolom, hogy ez a következő két év útjára, ami a koronás követik vezet, ez biztos, hogy nagyon sokat fog segíteni. Kedvenc film? Én megbuktam, tehát ma játszottunk a gyerekekkel délután, és ilyen filmes kérdések voltak, meg főszereplők, meg színészek, és egyszerűen annyira hülyének éreztem magam, mert én nem vagyok tévénéző, tehát én nem vagyok filmes, én inkább olvasok. Úgyhogy erről talán a Tündi tudna. Hát nekem is több van, ugye van a romantikus vonal, az a ízek, imák, szerelmek, de az ilyen kicsit ilyen tudományos sci-fi és megint egy kicsit ilyen spiris az a Csillagok között, amit akárhányszor megnézek, még rájövök, hogy annyira nem tudok semmit a világról, és hogy mennyire érdekes, és hogy lehet, hogy elő is fordulhat ez velünk. Na szóval, hogy mindig elgondolkodtat. De mondom, ez a romantikus vonal is megvan. Egyébként a Szabi is nagyon szereti a romantikus filmeket, de tényleg nem tudja a címüket, de megnézi, és ott sír velem, és nagyon, nagyon cuki. De meg ő úgy van, mint ugye ő focizott, és megszokta, hogy a játékosok hátuljára rá van írva a nevük, tehát hogyha ő nem látja, hogy ki az a színész, akkor nem tudja, hogy ki az, pedig ismeri ám az összeset, csak nem tudja, elfelejti a nevüket. Nem, ha én filmet nézek, akkor beleélem magam annyira, hogy nem azon gondolkozom, hogy úristen, ki az a színész, meg hol hallottam már a hangját, tehát ettől hülyét tudok kapni, amikor valaki ezen filozófál, hanem én akkor tényleg én akkor ott vagyok a jelenetben, tehát akkor én beleélem magam, és ha kell bőgök, ha kell ordítok, ha kell félreugrok, de tehát én akkor ott vagyok a filmben. De tényleg nem tudok rá, abban a pillanatban akkor ott volt, de így hosszú távon nem tudnak nekem így megmaradni. Kedvenc ország? Jesszus Mária! Mármint, hogy nagyon sok van. Ugye mindig élmény kapcsolódik hozzá. Nekem egyébként nagy kedvencem Dubaj, úgyhogy nagyon-nagyon irigyellek benneteket, és nagyon várom, hogy majd lehessen annyira utazni, hogy mi, mint turisták, majd ellátogassunk Dubajba, és menjünk, és kalandozzunk, és kiránduljunk megint együtt, úgyhogy ezt nagyon várom, én nekem nagyon-nagyon tetszik ez az ország. Nagyon-nagyon szeretem Malajziát, és hát az új kedvenc az nekem Bali. Lehet, hogy ez a ízek, imák, szerelmek is valahogy így ugrott be. És Spanyolország is egyébként, ott is nagyon... Ott például el tudom képzelni, hogy éljek majd, vagy így hosszabb időt töltsek. Én meg röviden egyről csak annyit mondok, hogy engem vonz Afrika, de még ezt még majd kibontom egy picit később. Nem kell. És mi a kedvenc DXN terméketek? A Green Mix-et nem ér mondani, mert az több. Jaj, hát nekem a Cordyceps kávé. Vita kávé. Vita kávé. Oké, hát nagyon szépen köszönjük ezt a mai estét itt veletek. Nagyon jó volt beszélgetni a nyilvánosság előtt, és azt gondolom, hogy mi is hallottunk új információkat. Köszönjük szépen, és tényleg egy igazi élmény volt. Köszönjük, Szabi, hogy átvettük ezt a szerepet erre az estére. Nagyon jó volt egyébként, sokkal jobb így ezen a felén lenni, mint a másikon, illetve nem azt is, én nagyon-nagyon élvezem, mert nagyon sokat tudok meg én is mindig a beszélgető partnerektől.
de nagyon-nagyon jó volt. Veletek meg mindig, minden idő. És most én mi megbeszéltünk négyen valamit, szeretnénk valakinek üzenni, mégpedig egy olyan nagyon fontos valakinek, aki azt gondolom, hogy mind a négyünknek nagyon fontos, a DXN nagy családnak is nagyon fontos, aki én azt gondolom, hogy igazi példakép, nagyon-nagyon sok mindenkit inspirált már itt a DXN-ben is, és most egy kicsit gyengélkedik, és ő Spek Józsi, és így közösen a DXN nagy család nevében is, illetve mind a négyünk nevében szeretnénk Józsinak üzenni, hogy nagyon vele vagyunk, nagyon sok erőt, kitartást kívánunk neki, és nagyon-nagyon-nagyon szeretjük. És nagyon várjuk vissza. Én azt gondolom, hogy biztos vagyok benne, hogy ez az élethelyzet, amiben most ő került, ez olyan tapasztalásokat fog elindítani az ő életébe is, amiről majd talán egy interjúban beszélni kell, de most azt gondolom, hogy a legfontosabb, hogy Józsi, hogy gyógyulj meg minél hamarabb, mert nagyon szeretünk, nagyon hiányzol, és minél hamarabb szeretnénk veled együtt lenni. Igen, tőled nem teljes a csapat, sőt. És biztos sejted is, meg tudod is, hogy mi nap mint nap beszélgetünk Valikával, Anikóékkal, mindig mindenről tudunk, és nagyon-nagyon szorítunk neked, és tényleg mi megfogadtuk a Szabival, hogy minden Spekt Józsis vicceden ezentúl harsányan fogunk röhögni. Kétszer egymás után, de nagyon-nagyon-nagyon várunk vissza, és gyógyuljál meg, és nagyon-nagyon szeretünk. Igen, és nagyon várjuk minél gyorsabban a vicceket, mert már nagyon hiányoznak a viccek. Kérjük a viccesztorikat. Igen. Igen, és Józsi, neked tényleg minél előbb, és mindenkinek, Józsinak is, másoknak is kívánunk nagyon-nagyon boldog új esztendőt, nagyon sikeres új esztendőt, nagyon erős DXN üzletet, hiszen ez nagyon-nagyon fontos, hiszen azért vagyunk itt, azért vagyunk egy csapat, és én hiszek benne, hogy a 2021-es évben nagyon meg fogjuk tudni mutatni azt, hogy igazából az európai DXN, a magyar DXN, mennyi erő van benne, és ez mindenkire szükség van rátok, szükség van az aktivitásotokra, szükség van a csapatmunkára, és szükség van arra az erőre, amivel mi közösen egy nagyon nagyot tudunk alkotni. Úgyhogy én ezzel szeretnék így elbúcsúzni, és megköszönni a vendéglátóinknak, hogy meghívtak ma ide. Köszönjük minket. Szépen! És nagyon szépen köszönjük, és mi is egészségben, szeretetben, harmóniában, és DXN-es sikerekben gazdag új évet kívánunk mindannyiótoknak. Hajrá! Sziasztok! Hajrá mindenkinek! Sziasztok! Boldog új évet! Hello, hello! Boldog új évet! Boldog új évet!